Tisztelt közgyűlés, tisztelt alpolgármester asszony! Ezen előterjesztéssel kapcsolatban van egy kérdésem, hogy ezek a vendégmunkások, akik majd érkeznek a munkásszállóra, honnan fognak érkezni? Távol-Keletről, Bengáliából, egyéb helyekről. Várható-e, tudunk-e már erről valamit? Ugye néhány héttel ezelőtt egy közel Tiszaújvároshoz közeli településen ugye 30 indiai vendégmunkás volt az, aki elszállásolásra került, és nyilván nyitottak ez a felmerül ennek a kérdése, hiszen nyilván most már tudjuk, hogy Magyarországon is egyre több helyen érkeznek gazdasági bevándorlók, illetve hát vendégmunkások, amivel nyilván az a probléma, hogy a helyi béreket, azokat hosszú távon alacsonyan fogják tartani. És nézek, Badány Lajos alpolgármester úrak most sajnos nincs itt. Néhány évvel ezelőtt ezt a kérdést ő is föltette az akkori fideszes városvezetésnek, hogy ugye Ukrajnából jönnek-e majd a olcsó vendégmunkások. Éppen azért én is szeretném feltenni a kérdést a jelenlegi jobbikosokat is magába foglaló városvezetésnek, hogy tudják esetleg, hogy ezek a vendégmunkások, akiknek a munkásszálló épül, ők honnan fognak érkezni. Köszönöm.